Sziasztok, én Lucky vagyok, és üdvözlök mindenkit a következő draft építős videónkban, és itt is vagyunk kérem szépen a játékban, FIFA 21 a játék címe, és nekünk választani kéne egy formációt, de egyik sem tetszik annyira, én ez a 3-4-2-1, meglátjuk, hogy jó választás lesz-e, vagy sem. Hát figyelj, egy 93-as Manéval azért nem olyan rossz indítani, jobban örültem volna, ha elem pozícióba teszi a játék, de hát ez van, srácok, lányok, csatár, illetve az RV pozíciónk is gyakorlatilag kuka. RM, illetve LM pozícióban sem fogunk valami túlságosan jó játékosokat kapni, csak azért, mert hát nem igazán vannak jó LM, illetve RM játékosok a játékban. Ez nem lesz 190, de bemelegítésnek jó lesz. Na de figyelj, a középpálya majd megment minket. Jó, hát ez így kezdésnek, megmondom nektek az őszintén, nem a legerősebb, nem a legbivajabb kezdet, amit valaha láttunk eddig a draftépítős videók során. Na, figyelj, Luis Albertot elhozom és berakom ide, az plusz 6 kemény rá, és ráadásul 9 ratinggel még jobb játékos is. Elhozom Hazardot, és hát itt valamilyen jobb lesz a kemény, ugye kettővel. Nem sokkal, de valamivel. Jó, ez egy 87-es rating, 86-os chemistry, hát bíznunk kell a bitong cserékben, srácok, lányok, más esélyünk nem igazán van. Courtois-t, ha elhozzuk, az minusz chemistry, szóval egyelőre marad a padon az úriemberünk. Cuadrado... Hát... nincs értelme elhozni szerintem, bár mondjuk ő a legnagyobb ratingú, szóval jöjjön. Hát srácok, ebből már eléggé valószínűnek tartom, hogy nem lesz 190-es csapat, mert se nem a ratingünk, se nem az összhangunk nem akar feljebb menni. Ezek a cserék jól kicsesznek velem, még egy Martinezt kapunk csatár pozícióba. És jó, ezt hagyjuk is. Jöjjön a következő próbálkozás. Hát nem tudom, elhozzam Messit, vagy pedig reménykedjek benne, hogy jön egy jobb verziója, de egyefene elhozzuk, nem kockáztatunk. Striker pozícióba kapunk egy Benzemát, ez nekünk teljesen tökéletes, és ide LV pozícióba, ez egy gyenge. Marcos Llorente, és mellette a másik CM játékosunk pedig 92-es De Bruyne. Na ez már valami. Hát ez egy nem egy egyszerű választás. Én elhozom Dint, megmondom Frankot, elhozom Dint, aztán majd meglátjuk, hogy az egy jó választás volt-e. Ez a Marquinhos nagyon kéne nekünk, vagy pedig a Marcelo. De a Ruben Dias 2 ratinge gyenge, mint Marcelo, de Kemibe pedig jobb. A francba legyen Ruben Dias, 2 ratinget most így beáldozunk azért, hogy bízunk benne, hogy kapunk Premier League-es védőket, és kaptunk is, de 78-as, szóval hát én nem vagyok benne biztos, hogy őt el kéne hozni. Van Dijkunk itt van, kérem szépen, és őket így megcseréljük, már is valamivel jobb a helyzet. Ide pedig egy Loligás RB kéne, amit nem kapunk. Elhozhatnám Cuadradot, és akkor mondjuk bízok egy Chiellini-ben. 75-ös chemistry és 88-os rating, így kezdésnek nagyon sok a piros vonal, srácok. Nagyon nehéz 100-as chemistry csapatot összehozni ebben a FIFA 21 draftban, azt megmondom nektek a frankot. És kifittyen nekünk az inform Chiellini, akit ha berakunk ide, az plusz 3 chemistry. Ezt a srácot berakjuk ide, és akkor ott van egy kis francia link, és még csak így is 83-as chemistry-n vagyunk, srácok. Nem is foglalkozok azzal, hogy felhozom a cseréket, semmi. Menjünk tovább, próbáljunk meg még egyszer, nem adjuk fel. Azon gondolkodom, srácok, hogy lehet, hogy nem is lehet megcsinálni most még a 190-et, mondjuk lehet, hogy meg lehet, hogy megcsináltam már youtuber, tudod, de hatalmas nagy szerencse kell hozzá, abban biztos vagyok. És hogyha már egy picit is megközelítenénk a mai videóban egy ilyen 188-189-nek, és én már nagyon örülnék, szóval próbálkozzunk. Hát Manét elhozzuk padra, mert hát egy 90-es a padon az mindig jó. Nézzük a camokat. Kuka. Yes! Hoppá, 95-ös Ronaldo azért kifitjen striker pozícióba. Nézzük a második csatárunkat. Atya úristen, hát elhozok ezt a 86-os icon, talán majd chemistry-ben tud nekünk valamit segíteni. Goretzka, I guess. Jó, hát ez egy nagyon érdekes. Oké, 82-es fiatalember jöhet, és akkor Goretzkával megcserélem, így azért egy kis chemistry-nkot adódott hirtelennyében. Van Dijk vagy Hummels.
Ryan Hummels. 88-as Alaba. Oké, okay, alakul itt kérem szépen ez a Bundesligás link itt hátul. Ide pedig Wan-Bissakát hozom el, mert ide jó lenne egy Premier League-es játékos, vagy egy... Nem tudom. Még ez hogy lesz? Egy Neuer kapuba nem ártana. Nyilván nem kapunk. Berakom őt De Jong helyére, és megcserélem a Iconnal, akkor az így tök jó. Sőt, ez így még plusz egy. Nagyon jó. 81-es kapusa a Bundesligából, hát az nagyon-nagyon kicsi rating, ezt nem szabad elhozni. Ezt a Hinteregger-t elhozzuk, és berakom őt a kapuba, és így 85-ös chemistry nálunk, ott elől kéne még a csatár pozíciónál, meg a camnál varázsolnunk valamit, és nem egy ilyen 76-os strikerre gondolok, hanem... Hát... Nem is egy szalára, mert nem tudom berakni. Martínez, de LF pozíció, nem már. Mindegy, ha berakom ide, akkor az úgy 90-es rating egyelőre. Mármint 90-es chemistry, sorry, és... És ott is van a mi kis Neuerünk, ott is van, és mennyi chemistry-t ad? Plusz 7-et? 97-es chemistry, let's go! Ez a Ricardo Pereira bejöhet ide, és ugye az pár ratinggel jobb. Na szóval úgy állunk, hogy 88-as rating, 97-es chemistry. És hát ennél jobb nem igazán lesz. Szóval igazából ez egy 187-es draft lett, viszont a mai videónk legjobb draftja eddig. Oké, ez már valami. És srácok, hogyha tetszik ez a draftépítős videó, mindenképpen csapjatok rá egy lájkot, hogyha szeretnétek még ilyeneket a jövőben. Na, egy stabil 4-3-3, ezt nézzünk meg srácok, lányok, ez fogja meghozni a várva vált sikert. 90-es Gomez-t elhozzom-e? Rohadjak meg elhozom. Figyelj, 90-es Gomez a középpályára egy tök jó játékos lehet, és kapunk egy 91-es Salah-t RV pozícióba egyelőre. Strikernek pedig hát muszáj elhoznunk ezt a Ronaldot, hiába nem tudom, hogy fogunk neki kemlisztítani, de meg kell majd próbálni mindenképpen, például egy Lautaro Martinezzel indítva nem is olyan rossz, és majd... Aha, fú... Hát jó, elhozzuk Kane-t, és a harmadik középpályásunk a változatosság kedvéért egy használhatatlan fot. Theo Hernandez nem lesz olyan rossz ez nekünk, kérem szépen, egy Varán akár ide nem is lenne rossz. Van Dijk-ot kapunk, ugye elhoztam Upamecano-t, és akkor összhangban lenne Hernandezzel, Diego Carlos-t is elhozhatnám. Nem kockáztatok itt most, ezeket itt szépen megcseréljük, plusz 3, és akkor ide RB pozícióba egy Premier League. Vagy egy Javier Zanetti védő, teljesen tökéletes, nagyon jó. Kapus pozícióba pedig kapunk egy... Hát Kulácsit elhozhatjuk, mert az zöld chemistry, yes, Moni. Kezdésnek 88-87, not bad at all. Na és most mi legyen? Mert van egy Pogba egy tök jó választás, van egy Benzema, ami tök jó választás. Még talán ő annyira nem. És van még egy Hazardunk. Pogbát kell elhoznom, és berakom őt ide, az plusz 6 chemistry, és ugye plusz 11 rating. Szóval azért ezért volt fontos választás ő, én szerintem. Na és most kéne egy Alisson. Hát 96-os chemistry, 87-es rating jelenleg, nem túl biztató. Hát és én itt próbálkoztam mindennel, de ez egy veszett fejszeny ellen. Nézzük, hogy meddig tudja valamelyik menedzser feljebb vinni, 97 a maximum. Szóval ez egy 185-ös draft lett. Nem volt ez olyan rossz, de tudunk ennél jobbat is, let's go! Oké, bekezdhetünk egy Rivaldóval cam pozícióban, eléggé sok helyre eljut a chemistry csíkra, szóval ebből a szempontból tök jó lehet. Kane lesz az első csatárunk, és kéne még egy nagy csatár, hát... Sosem kapok kettő nagy csatárt amúgy. Rohadjon meg, legyen a Pogba, jó, és akkor a másik középpályásunk pedig legyen Goretzka, csak azért, mert bízok benne, hogy mondjuk oda előre megkapjuk Lewandowskit, és akkor vele tök jó kemiben lenne ő. Hát... Kell ez a 91-es rating. 91-es Kimmich, berakjuk őt Casemiro helyére, megvan a 100-as chemistry, srácok! El sem hiszitek, 100-as chemistry-n állunk. Nem ártana egy Neuer. Ha most itt kapnánk egy Neuert, akkor nyerekben lennénk. De nem vagyunk nyerekben, hála a jó Istennek. Talán még itt ugye az utolsó pickben kaphatunk a cserepadom. Ennyi volt. De persze!
Azért fájd is még a szívemet, te szar. Hát Davis fogom elhozni, mert ő még valamilyen úton módon bele is illik a csapatba. De sajnos előle nem igazán van szerencsénk. Pogba helyére, ha behozom, akkor azzal chemistryt nem vesztünk. Jó, és hát egy csere csatár kéne. Yes. És hát végre összejött a százas chemistry, srácok, lányok, el sem hiszem, de a rétingünk az csak 87 lett. Szóval ez egy 187-es draft. Próbáljunk meg még egyszer. 4, 3, 2, 1. Az utolsó próbálkozásunknak a felállása. Nagyon szép ez a Szoboszlai kártya, de nem őt fogom választani, hiszen nem igazán tudom, hogy túl könnyű lenne neki chemistryt adni. Hát jó, akkor lenne a 89-es Casemiro középre, és akkor nézzük a támadó formációnkat. Salah jön RF pozícióba, és mellette a csatár részen lesz. Így, de jó lenne ez a leva nekünk. De elhozom inkább Aubameyangot, és mellette pedig... Hát legyen Sterling. Legyen Sterling, és akkor nézzük, töltsük fel szépen a középpályát. Az amúgy ott elől az egész jó, az egész korrekt, megmondom nektek az őszintét. Legyen ez egy Van de Beek. 92-es De Bruyne, ez eddig nem rossz. Nézzük, jó lenne, ha Premier League-gel végig tudnánk menni az egész csapaton, de erre azért nem egészen túl nagy az esély. Minden esetre kénének nekünk még a jó játékosok, és ez a Kane, az nem biztos, hogy azok közé tartozik, de most a chemistry-re megyek első szempont alapján. Legyen akkor ez egy Walker, oké, okay, és akkor RB, egy Trent? Nem. Come on, játékban jó játékosok! Hát chemistry szempontból Gündogan tök jó lenne, de 83-as játékost nem akarok berakni a kezdőbe, a rohadt érde muszáj lesz. És LB-be megkapjuk Robertson, gyakorlatilag akkor Sergi Roberto hiány kész a Premier League csapatunk. Nem rossz, 188-on állunk jelenleg. Az egyáltalán nem egy rossz dolog, 85-ös Lopes, és Kénének a nagy cserék. Nem a 80-as játékosokra gondolom. Hanem mondjuk egy Oblakra, teljesen jó lesz nekünk a padra. Hát sajnos gyakorlatilag ebből már csak vagy 188 vagy 187 lehet. És nagyon nézem, hogy 187 lesz. Istenem. Nem jött össze most sem, de nem adjuk fel. Nem adjuk fel semmiképpen. Írjátok meg, hogy szerintetek egyáltalán lehetséges-e a 190. Mert most ebből a mai videóból úgy néz ki, hogy nem annyira. Nem annyira sajnos, de próbálkozunk meg mindenképpen, és jönnek majd új kártyánk nyilván a jövőben, és csapatni fogjuk. Srácok, ha tetszett, mindenképpen lájkoljátok, találkozunk legközelebb is, Lucky voltam. Szevasztok! Volt egyszer egy spanom, akit úgy hívtak, hogy Pista. Azt mondta nekem, hogy legyek már én is lakista. Azóta is elég sokszor cserélem a liberót, mert befosok, ha meglátom, hogy felkerült új videó. Lazán elveri a népet ez a gyerek FIFA-ba. A szomorú arcotból ő varázsolhat vidámat. Húzzuk el az összes fekete felhőt. Ha tetszik, amit láttál, akkor nyomd be a csengőt. Yeah.